míg 2014-ben a Fidesz-KDNP a szavazatok 51,48%-át nyerte meg az európai parlamenti választásokon. Ez a szám a legfrissebb adatok szerint 2019-ben 52,44% lett. Ez közel 600 ezer új szavazatot jelent a kormánypártoknak. Érdekes azonban, hogy míg 2014-ben a Jobbik 14,67%-on végzett ezen a választáson, az MSP pedig 10,9%-on, mostanra a szavazatok alig több mint 6%-át tudták bezsebelni, ami mindössze egy-egy mandátumra lett elég. Feltört azonban a DK. Gyurcsány Ferenc pártja 16,15 kal négy képviselőt delegálhat Brüsszelbe. Helyi szinten is hasonlóan alakultak a számok. Makón az egyébként évtizedekig szocialista vezetésű településen az MSZP a szavazatok 6 át sem nyerte el, és a tavalyi évben még kormányváltó erőként apostrofált jobbik is mindössze 6,8 ot zsebelt be. A DK pedig megközelítette itt is a 16 ot Sokak szerint ez meglepetés volt. Kiszeli Zoltán politológus azonban már április elején hasonló eredményeket prognosztizált. Akkor televíziónknak úgy fogalmazott, az ellenzék csak kullog Gyurcsány Ferenc után továbbra is, aki egyenesen ledarálja őket. Elmondta, hogy ő akkor lesz még egyszer miniszterelnök, hogyha 20-30 százalékos párt lesz mögötte. A nulláról elindult, most már 6-7 százaléknál tart, ugye, de ledarálja a többi pártnak a szavazóit is, mert igazából ő a szoci szavazókat hozza el, meg a, tudom és én, a többi baloldali liberális pártnak a szavazóit. És hát, ha nem is ő, mert ugye ő most már elérte a teljesítőképessége határát, tehát ugye 7 év alatt nem növekedett 6-7 tehát nem, nem 10 százalék a DK támogatottsága, nem 6-7. És igazából ezért gondoljuk sokan azt, hogy hát most az asszony, Nak, jut a feladat, Dobrev Klárának. Szerettük volna megkérdezni a makói ellenzéket, hogy hogyan vélekednek a vasárnapi eredményekről, de Zeidler Ádám a Jobbik helyi elnöke nem kívánt nyilatkozni. Az MSP irodavezetője, Csávás Antal pedig vezetőségük reakcióját tolmácsolva annyit kért, hogy a párt országos kommunikációját tekintsük mérvadónak. Újhelyi István, a párt európai parlamenti képviselője kijelentette, a DK ellopta az MSP komplet programját. Mucsi Tamása, DK választókerületi elnöke ezzel szemben úgy látja, ők meg tudták szólítani az embereket az Európai Egyesült Államok eszméjével, és a Fidesztől vettek el szavazatokat. Az ellenzék rossz szereplése kapcsán pedig kiemelte, ő nem tud kampányolni helyettük. Az, hogy egyébként rosszul sikerült esetleg az MSZP-nek vagy a Jobbiknak a kampánya, nyilván az őszi akik nekik át kell értékelnünk a dolgaikat, nekünk pedig mennünk kell előrébb, és kellő alázattal, de föl kell vállalnunk azt a szerepet, hogy, hogy nekünk kell megszerveznünk az ellenzéki tömörülést, hogy tudjunk változtatni akár makón, vagy akár vásárhelyen. Nyilván ezzel kapcsolatban már voltak tárgyalások. Azt is látjuk a számokban, hogy Csongrád megyében nem ért el az 50%-ot a Fidesz. Tehát egy jó hajrával azt gondolom, hogy a Csongrád megye negyedik számú választókerületben azonban a szavazók 53,61%-a szavazott a Fideszre. Makón ez a szám még ennél is erősebb. Közel 57 százalék. A DK, a Jobbik és az MSP szereplésén kívül meglepetés volt még országosan és regionálisan is a Momentum, és a néhány hónapja megalakult Torockai László vezette Mi Hazánk mozgalom. Előbbi országosan a harmadik helyen végzett a pártok csatájában, Makon pedig megelőzve az MSP-t negyedik lett. A Mi Hazánk pedig majdnem mindenhol megközelítette az 5 százalékos küszöböt.